Szevasztok srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai videóban egy olyan applikációt fogunk megnézni, aminek az a neve, hogy Bandle, vagy Bundle. Egy zenét kell felismerni, először megkapod a dobokat, utána megkapod a basszus, megkapod a gitárokat, utána, hogyha még mindig nem tudod kitalálni, akkor a voice coverjét is. Nézzük, hogy milyen, írjátok meg kommentbe, hogy ti melyik zenét találtátok ki, és mikor. Nem biztos, hogy jól fog menni, de nézzük meg, hát ha reménykedjünk a legjobbakban. Első zenénk, nézzük a dobokat. Hűha. Az a baj, nekem nagyon easy jut eszembe a Hannah Montana. Na jó, nézzük meg a basszust, ebből nagyon messze vagyok. Ez az izé reklám, várjál, nem tudom milyen reklám volt. Fingom nincs se az előadóról, sem pedig a dalnak a címéről. 1997-es, 183 millió megtekintésem van a YouTube-on. Az a baj, hogy megvan a zene, de nincs meg a címe. Következőből kitaláljuk a címét. Valami reklámnak is volt a zenéje. Na jó, nem fogom tudni a címét, nézzük, hogy mi a címe. Figyelj, guessnek beírjuk, hogy hú-hú! Nem találtuk, valami más lehet. Hát oké, mondd meg, hogy mi lehet. Blur Song 2. Ez a címe, hogy Blur Song 2. Hát, ha reggelig itt állok, sem tudtam volna megmondani, hogy ez Blur Song 2, vagy Blur Song 2. Ez... álomhajó. Lassított verzió. Álmod, hogy vakit a fél. Fingom sincs. De azt mondja, hogy difficult easy. Hát ez nem könnyű. A 75-ös ráadásul. 1,8 milliárd megtekintés. Csú! Lemegyek kapuvára ma éjjel. Azt mondja, easy. Jó fej vagy. Basszusgitár. Ah, ciki lesz a végére, hogy nem tudom. Nincs meg! Az a baj, hogy ötletem sincsen. Várjatok, dehogy nincs! Ez Queen lesz, ez biztos, hogy Queen lesz. Itt a végén kezdtem el felismerni. Mama! Mama! Ez talán Queen. Talán Queen, de nem vagyok benne biztos. Guess, Queen, de szerint Bohém Rhapsodia? Maybe. Megvagyok? Megvagyok! BAM! Köszike! Nézzük a következőn. 1,2 milliárd, megint 1986-os megjelenés, nézzük. Hát, nagyon messze vagyok egyelőre. Oh, fuck. Na, még egyszer. Az elejének kéne ismerősnek lenni ez a tu-tu-tu-tu. Ötletem sincs. Egyelőre nagyon messze vagyok. Hát ez megvan, ez is valami film volt. Az a baj, nagyjából megvan, de ötletem sincs, hogy mi lehet ez. A cím az megint teljesen vakon. Megvan, hogy melyik zene, de... de megint ez valami 86-os, hát szerintem az előadó se lesz meg.
Ne! 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 Nem lehetek ilyen hülye! Nem lehetek ilyen hülye! Ó, teljesen összekevertem, marhára nem ez a zene volt, amire gondoltam. Ez Bon Jovi, Living on a Prayer, gyönyörű. Ó, bazd meg. Ötösnél találta ki nagyon sok ember. Pedig ez meg lehetett volna, de marha nem erre, nem, abszolút nem erre a zenére tippet. Ez most biztos, hogy meg lesz 1996, 1996-ból zseni vagyok. Hát ez. Hajjaj. A úristen, megvan! Ez a... Hogy van ez? I wanna... If you wanna be my lover. Nem tudom az előadót, de ha tippelnem kéne, ez az egy slágere volt. Mi lehet ez? If you wanna be my lover? Nem. Wannabe? Spice Girls wannabe? Hát annak mondjuk nem ez egy slágerük volt, de... azt hiszem a... Volt valami agyabeteg mese is, amiben ez volt, és akkor ilyen kis csirkék táncoltak. Hasítunk! Következő 2000-ben jelent meg, haladunk előre, 942 millió megtekintés. Zsolti a béka. Kicsit ilyen belgás ez a... ez a dob meg basszus gitár. A következőre, hát ha segít nekünk. Tüdő. Eminem. Eminem, biztos, hogy Eminem. Nem? Ez a Slim Shady. My name is, talán. Nem. Nem a My name is. Nem a My name is. Melyik lehet ez? Drill Slim Shady. De hülye vagyok. Édes Istenem. Hát első neki... nem láttam, hogy ott van a listában. Fuck. 2013-as, Very Hard. Na, azokban vagyok igazán jó. Most végetek van. Jó fej vagy. Az, hogy 13-as. Na, nézzük, következő. Valamiért Black Eyed Peas van így a szemem előtt, de nem vagyok benne biztos. Nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok tőle most. Nézzük a zongorán. Egy hangya f***nyit nem vitt közelebb az igazsághoz. Ez nektek megvan? Szerintem a Black Eyed Peas tipp is nagyon messze van a valóságtól. De köze nincs hozzá! Úristen, de fáj. Wrecking Ball. Nézzük a következőt. 2003-as. Van valami nagyon halvány tippem, de
Nem. Ez az öreg Britney. Az öreg Britney. Hát és hogy még toxik? Micsoda Britney szakértő vagyok. Jó napot kívánok. Csókolom. Ennél is valami az az érzésem, hogy valami rémlik, de... Jó, menjünk a következő tippre, nézzük. Ez most meglepett. Just wanna have fun. Na de ki a búbánatos túró énekli ezt? Just wanna have fun. Zseniális hangom van. Cindy Lauper. Meg nem mondtam volna, hogy ezt ő énekli, de szerencsére itt volt a listában. 1994 241 millió megtekintéssel. Nézzük a következőt. Nem ez scooter? Nem ez a... Ez a... Van... még egyszer. És szerintem ezt tudnom kéne. Catman Joe, az, tudtam, úristen, az előzőben meg volt ez a... Mi az? Gyapott szemű János? Vagy hogy van? Van egy TikTok videó, akkor egy srác így magyarul lefordítja így a dalokat, és úgy elénekli, vagy úgy így felszavalja, és zseniális, és akkor Pamut szemű József, vagy valami ilyesmi. Ha nem lett volna Pamut szemű József, régen házas lettem volna. Honnan jöttél? Hová mentél? Honnan jöttél Pamut szemű József? Viszont... akartak, ez meg volt 28%-ban, a legtöbbüknek csak az ötödikre volt meg. Na és zsáb, 6,2 milliárd 2017, ez Gangnam Style, el se kell kezdeni. Zac Efron, a vizé, Beat It, High School Musical 2. Mondjuk médium. 6,2 milliárd, és így nem tudom. Tizenhetes. Egy sirén! Jó, nagyon messze voltam az első kettőnél tőle. Shape of you, nem? Jó, mindenki itt talált el a harmadiknál. Az első kettő az teljesen más irányba vitt. Na, hát ez lett volna. Írjátok meg kommentbe, hogy ti melyik számot hol találtátok el.
Nem azt mondom, hogy jól ment, az sem, hogy rosszul, szerintem ez ilyen középszar, szóval ez itt szódával elmegy a teljesítmény. A program neve, vagy az applikáció neve egyébként Bendel, szerintem próbáljátok ki, mert nagyon poén. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ennél a videónál, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok, puszi-puszi, hello-hello!